A kettőnapos rendezvénysorozatot április 17-én délelőtt Csíder Andor, a Szerencsi Általános Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete 1992-ben április 10-én 87 fővel alakult meg Szerencsen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mozgáskorlátozottak Egyesület elnökének László Vilmosnak a segítségével. Az idén 20 esztendős civil szervezetet Négyes István, a Bocskai István Gimnázium akkori igazgatója első elnökként indította útjára. A szervezet ma már tagdíjakból, pályázatokból biztosítja a működéséhez szükséges pénzügyi hátteret. Koncz Ferenc Szerencs polgármestere köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy 32 településről érkeztek a résztvevők a konferenciára. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete példaértékű szervezet, mivel összefogja, segíti a sérült embereket. Koncz Ferenc egy üvegből készült emléktárgyat adományozott Koroknai Károlynak, az Egyesület elnökének munkájának elismeréseként. Az Egyesületünknek az a célja ezzel a rendezvényel elsődleges, hogy 20 évesek vagyunk és megünnepeljük az Egyesület 20 éves évfordulóját. Másodlagos, hogy hagyományt teremtsünk, és a hagyományteremtés alapján az egyesületi tagokat minden éven egy konferencián keretén belül tájékoztassuk, olyan információkat adjunk nekik, amit itt kaphatnak meg, és tudják hasznosítani, és egy közösséget tudjunk kovácsolni, mert egy ilyen rendezvény sok mozgássérültet, most sok fogyatékost mozgat meg, és látják, hogy értelme van egy olyan egyesületnek a tagjának lenni, ami foglalkozik velük. Milyen programok várták az érdeklődőket? Az első napon 17-én volt a MEOSZ Országos Egyesületének az elnöke, Hegedűs Lajos elnök úr tartott egy jogszabályváltozásokról egy teljes körű tájékoztatót, mi várhatók és mik lettek a 2012-es évben bevezetve. A következő napi rendi pont volt, az délután volt párhuzamosan két fakultatív program. Az első a munkahelyi esélyegyenlőség a fogyatékosok és mozgássérültek munkavállalásával kapcsolatos problémái és lehetőségi. Ugyanezzel egy időben, akik nem érintettek a munkavállalással, azok pedig átmehettek egy olyan programba, ahol fogyatékosoknak eszközbemutató, eszközhasználat és olyan lehetőségeket mutattak be, hogy hogyan lehet olyan eszközöket beszerezni vagy legyártatni, ami az életüket könnyebbé teszi. Az esemény ünnepi megnyitója után a szakmai programoké volt a főszerep. Csíder Andor igazgató előadást tartott a gyengén látók digitális esélyegyenlőségeinek növeléséről a Szerencsi Általános Művelődési Központban, majd a Nyárutóklub Ne Felejts Népdalköre az alkalomra készített születésnapi műsorral kedveskedett a résztvevőknek. Alkatrész, forog a perék, közeleg a fék, elbúcsúzni oly nehéz. Már valóra válna sok-sok ember álma, amit ez a dal idéz. Jó lenne 120 évig élni, s nem mint a gyertya gyorsan égni, 2080-at megírni. De új csodákkal vár és hív, hogy egyszer így lesz, bízzunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves helyet járna egy 20 esztendős szív. Igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves helyhez járna egy 20 esztendős szív. Ezt követően kiállítás nyílt az Egyesület tagjainak az alkotásaiból.
Az idén első alkalommal megrendezett esélyegyenlőségi konferencia sikeresnek bizonyult, a résztvevők komplex képet kaptak a mozgáskorlátozottakat és fogyatékkal élőket érintő jogszabályokról és a munkahelyi esélyegyenlőség lehetőségeiről. A sikerre való tekintettel a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete jövőre is megrendezi az esélyegyenlőségi konferenciát Szerencsén.